Köszöntöm nézőinket! A Sopron Televízió keddi híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Óratorony. Több mint 40 év után kap új külsőt a Gyesef pályaudvar óratornya. Biztonságosabb internet. A világháló veszélyeire figyelmeztetik a diákokat és a szülőket. Bocuse d'Or. Több külön díjat is bezsebelt és a harmadik helyen végzett a soproni csapat. A soproni óratorony a megépítése óta nem esett át komolyabb felújításon, ezért is döntött úgy a Gyesef ZRT, hogy időszerű feljavítani az épületet. A munkálatok 3 hónapja alatt akadálymentes közlekedés biztosított lesz, a kerekesszékkel érkezők ideiglenes útvonalat használhatnak. A megújulás után a torony éjszakai díszkivilágítással is igyekszik majd felhívni magára a figyelmet. Megújul az óratorony a soproni vasútállomásnál. A tervezett felújítási munkálatok március elején indulnak, és várhatóan 3 hónap alatt végeznek a teljes rekonstrukcióval. A cél, hogy modernebb külsőt kapjon a több mint 40 éves torony, és ezzel jobban passzoljon a körülötte nemrégiben megújult épülethez is. 1977 óta mutatja az időt az óratorony az állomásra érkezőknek, de hát az idő az nem múlik el nyomtalanul, éppen ezért az óratorony is már megérett arra, hogy egy felújításon, egy komplett felújításon átessen, és erről döntött az elmúlt hónapokban a Gyesef ZRT. Saját finanszírozásban fogjuk majd elvégezni az óratorony felújítását, amely egy körülbelül 3 hónapos időt vesz majd igénybe. Ez idő alatt a teljes toronytestet fel fogják egészen a tetejéig állványozni, és elvégzik a burkolatnak a cseréjét, ez lesz majd a leglátványosabb része az óratorony felújításának. A torony színe nem fog változni, így az állomásnál a már megszokott látvány megmarad. A felújítás idejére átmenetileg azonban nem lesz használható a torony mellett található kerékpártároló. A bicikli tárolót február közepétől fokozatosan kiürítik, a kerékpártámasztó korlátokat a felújítás idejére eltávolítják. A vonat közlekedése semmilyen hatással nem lesz, a várakozókra annyiban lesz hatással, hogy ebben az átmeneti időszakban, amíg tart a felújítás és a felállványozás, addig az óratorony mellett található kerékpártárolót nem lehet használni, addig a P+R parkoló melletti Arany János utcai kerékpártároló áll majd a kerékpárosok rendelkezésére. A felújítás után a torony különlegessége lesz, hogy a létesítmény megvilágításáról egy távvezérelhető, több színvetítésére alkalmas fényrendszer gondoskodik majd. Ezzel szeretnék elérni, hogy éjszaka is impozáns látvány nyújtson a vasútállomásra érkezőknek a megújult torony. Az online világ veszélyeire figyelmeztet a rendőrség a biztonságos internet napja alkalmából. Ide tartozik az internetes zaklatás, a megalázó, megszégyenítő dolgok posztolása, megfélemlítő és nevetségessé tévő folyamatok. A leggyakrabban ezek kortársaktól erednek. Tini bánt Tinit. Fontos, hogy mind a szülők, mind pedig a gyerekek tisztában legyenek a különböző veszélyekkel. A kamaszok a különböző közösségi oldalakon és applikációk világában töltik idejük nagy részét. A fiatalok rendkívül könnyen, gyorsan tudnak egymással kapcsolatot teremteni, követni tudják barátaik, ismerőseik életét, saját magukról hírt adhatnak. Vannak azonban árnyoldalai, nehézségei is az állandó virtuális jelenlétnek. Ilyen gyakori probléma, amikor a gyermeket szándékosan, ismétlődően megsértik, megalázzák, megfélemlítik, nevetségessé teszik, ez ellen pedig nehéz védekezni. A cyberbullyingnak többféle esete is van, ugye ez az internetes fenyegetés, zaklatást hívjuk adnak, akár hogyha fenyegető üzenetet kapnak, hogyha bármilyen zsarolásnak az áldozatai, hogyha álhír, valamilyen pletykák áldozataivá válnak a gyerekek. Az a legnagyobb probléma, hogy sok esetben ők maguk sem tudják azt, hogy egy ilyenfajta bűncselekménynek az áldozatai, így nem kérnek segítséget, és nem tudják azt, hogy ebben az esetben mi a megoldás, hogyan tudnak ettől a problémától megszabadulni. Az egyik legfontosabb szabály, hogy a közösen használt számítógépen, iskolában, munkahelyen, ismerősnél vagy nyilvános helyen mindig ki kell jelentkezni a felhasználói fiókból. Figyelni kell a biztonságos jelszóválasztásra, valamint a személyes adatok és fényképek feltöltésére a világhálón. Ami az internetre felkerül, az bárki számára elérhető maradhat akár örökre is. Vírusok vannak, számítógépesek vírusok, amelyek ugye a mai világban leginkább az adathalászatra szakosodtak. Ez azt jelenti, hogy lemásolhatják a számítógépes
keresztül az adatainkat, amiket ott használunk, ezek illetéktelen emberek kezébe kerülhetnek, akik ezzel visszaélnek. Fontos az éppen ezért, hogy lehetőség szerint jogtiszta szoftvereket használjuk, amik ugye frissítik magukat, így a vírusok ellen is tudnak védekezni, illetve érdemes egy jó vírusölő programot is beszerezni. Az ilyen és ehhez hasonló esetek ellen a legjobb megoldás, ha a szülő is tisztában van a gyermek internetezési szokásaival. Ha mégis megtörténik a baj, akkor mindenképp segítségért kell fordulni. Emellett pedig törekedni kell a minél tudatosabb internet használatra. A biztonságos internetezésről részletesebben a híradót követő Mozaik című műsorunkban hallhatna. Harmadik lett a Bocuse d'Or magyar döntőjében a soproni Kocsis Patrik. A beszámolók szerint az utóbbi évek egyik legerősebb mezőnye volt az idei a rangos szakácsverseny magyar döntőjében. Ennek ellenére tudott Haraszti Zsolt, a séf, és segédje Kocsis Patrik dobogóra állni február 5-én Budapesten. Kocsis Patrik elfáradt, de nagyon boldog. A fiatal szakács másodszor indult Haraszti Zsolt a Société Bistró sous-séfjének komijaként a Bocuse d'Or nemzetközi szakácsverseny magyar döntőjén. A megtisztelő harmadik hely mellett két díjat is bezsebelhetett a páros, mégpedig a legkiválóbb hústál és a legjobb csapatmunka kategóriában. A tányérra került egy hal, ugye volt egy hal téma, meg egy hús téma, és a hal témánál volt egy fő alapanyag, az a pisztráng volt és a pezsgő. Került egy pisztráng tekercs igazából, volt egy karalábé főzőlékünk, egy Zeller grapefruittal, és egy ilyen csicsókás füstölt pisztrángos gratin. És ugye minden 14 főre kellett készítenünk, tehát hogy azért ez is egy elég nehéz dolog 14 főre készülni 5,5 óra alatt. A húsétel az pedig egy fűr volt, ott a kötelező alapanyag egy vörös bor volt még, és egy fűrt tekercset készítettünk kacsamájjal. Kacsamáj bombont csináltunk szilvazselével, egy ilyen céklás forralt boros tekercset csináltunk, meg egy tormás burgonyapürét készítettünk kirántva. Patrik a soproni vendéglátó szakiskolában végzett, jelenleg az Erhárt étteremben kamatoztatja tudását, ahol sok segítséget kap, és mindenben támogatják a fiatal tehetséget. Természetesen támogattuk az, hogy részt vegyen ezen a rendezvényen. Ez mindenkinek jó. Patriknak óriási nagy előrelépés, és az éttermünknek is egy fejlődési lehetőség, mert olyan közegben, olyan alapanyagokkal tud dolgozni a Patrik, és ezt mi figyelemmel kísérhetjük, amiből az Erhárt étterem is tanulhat. Az ifjú szakácsot az eredmény rendkívül motiválja, biztos abban, hogy a közeljövőben is megméretteti magát több versenyen. Rendhagyó biológia órát tartott a Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesület, miután meghívást kapott a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola tanórájára. Horváth Völker Zsuzsanna pedagógus azért szeretne az Egyesület és az intézmény között hosszú távú együttműködést kialakítani, mert az élmény pedagógia segítségével kívánja elsajátítatni a gyerekek tudatos állattartásra való nevelését. Az Állatvédő Egyesület tagjai végül Houstont, a Border Collie-t és Herkulest, a házi cicát vitték magukkal a tanórára. A négylábú kedvencek a beszámoló szerint örömmel vállalták a küldetést. Így azt is nyugodtan tűrték, hogy a gyermekek megnézhessék a segítségükkel, milyen a tarajos zápfog és mit jelent az újonjárás. Az állatvédők és a kedvencek három osztályban vehettek részt biológia órán, ahol lehetőséget kaptak a tudatos állattartásról is beszélni. Emellett pedig a gyerekek elsajátíthatták a simogatás alapszabályait, és természetesen barátkozhattak a négylábú kedvencekkel. Célegyenesbe fordult a felsőoktatási jelentkezési időszak, február 15-ig kell leadni a jelentkezését annak, aki 2020 őszén szeretne elkezdeni felsőfokú tanulmányait. A felvételizőknek a nyelvvizsga kötelezettséget nem vezették be, azonban az emelt szintű érettségi előfeltétele a felvételinek. Idén is három helyet jelölhetnek meg ingyenesen a felsőoktatásba jelentkezők. Kivétel ez alól, ha ugyanazon szak önköltséges és államilag finanszírozott képzésére is leadja valaki a jelentkezését. Ezek egynek számítanak, így összesen akár hat helyre is pályázhatnak. A végső határidő február 15-e a jelentkezésnek, és a diákok ezt önállóan kell, hogy végezzék. Ügyfélkapun keresztül, felvi.hu-n nekik kell bejelölni, hogy milyen szakokat szeretnének megjelölni, milyen sorrendben, nagyon fontos, hogy az legyen elől, amit a leginkább szeretnének, és így rangsorolni a megfelelő szakokat.
Lesz még módosítási lehetőségük, július 10-e körül szokott lenni az utolsó határidő, amikor változtathatnak a sorrenden, ha úgy gondolják, illetve addig kell az összes olyan dokumentumot feltölteniük, beszkennelniük, hogy nyelvvizsgabizonyítvány másolat például, vagy a rendes iskolai bizonyítvány másolat. Az érettségi bizonyítványt nem kell beszkennelni és elküldeni, mert az a rendszeren keresztül eljut a megfelelő helyre. A korábbi évekhez képest újdonság, hogy 2020-tól alapképzésre és osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén alapvető és általános felvételi követelmény, hogy a jelentkező rendelkezzen legalább egy tárgyból emelt szintű érettségi eredménnyel. Biztos van érünk ki az utolsó pillanatban választ, és olyan is van néha, aki rosszul választ, de hát tud változtatni ezen a következő vizsgai időszakban, érettségi időszakban újra vizsgázhat, újra felvételizhet. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki nem jól választott, akkor igenis tudnia kell változtatni, és akkor lehet, hogy a második helyen találja meg azt, amit ő igazán szeret. A diákok izgulnak az új rendszer miatt, hiszen senkinek nincs még benne tapasztalata. Aggodalomra azonban nincs ok, ha kellő körültekintéssel jár el az ember. Aki a sorrenden szeretne változtatni, egy alkalommal megteheti július 9-ig. Közgyűlésen értékelte a 2019-es évi működését a Határőr Nyugdíjasok Soproni Egyesülete. A beszámolóból az érdeklődők megtudhatták, hogy az egyesület tevékeny és sikeres évet zárt, hiszen a tavalyi évre 13 programot terveztek, amelyeket kivétel nélkül teljesítettek. Ezek közül voltak városi rendezvények, megemlékezések és koszorúzások is. Az egyesület legközelebb a nőnapi ünnepségre várja a látogatókat március 7-én. A társaság legfőbb célja, hogy elősegítse a tagok számára a szabad idejük hasznos és kulturált eltöltését egy kiváló közösség és változatos programok keretében. Egy rövidebb pihenő után hétközi mérkőzéssel folytatja az élvonalbeli kozsárlabda bajnokságot a Sopron Basket. A Gáspár Dávid vezette együttes szerdai ellenfele a ZTLS. A tabellán jelenleg az 5. pozíciót foglalja el a Zala megyei alakulat, míg a soproniak továbbra is listavezetők. A két csapat előző találkozóján fegyvernekiek hagyták el győztesen a pályát, akkor 87-64-re diadalmaskodott a Sopron Basket. A meccsnek otthont adó Novomatic arénában 18 órakor indul útjára a labda. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik Mozaik című magazin műsorunk, melyben Babel Láné Lukács Katalin a biztonságosabb internetezésre hívja fel a figyelmet. Utána a KV2-esben című műsorunkat láthatják. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió keddi híradóját látták. Műsorainkat megtalálhatják a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán túlnyomóan derült égboltra kell készülni, de többször fog beborulni felettünk. A szél egy kicsit enyhül, azonban előre láthatólag hószálingozás is előfordulhat. Napközben +4 és +7 fok között alakul a hőmérséklet.